Hát akkor sziasztok! Ez most egy ilyen rendhagyó, ezért teljesen random ötlet alapján készült vlog lesz. Ez a hogyan csináljunk meleg szendvicset, most épp ez ott eszembe. Egy kicsit Elek Zoli-ből is jött az ötlet, bármi vagy főzős vlog, az már elég régen volt. Illetve ez nem is főzős vlog, már csak sima meleg szendvics, de ez legalább biztos, hogy menni fog, szóval. Akkor, ha csak olyan mestert idézem megint, hát akkor kezdjünk is neki. Ugye, ami kell hozzá, a meleg szendvicskrém, ez már tegnap használatban volt. Úgyhogy hamburgeres meleg szendvicskrém, volti kenyér, és tegnapi maradék is van benne. Abból van, és akkor még sajt kell hozzá. Abból is vettem még egy adagot, hát ha nem lesz elég. És akkor leszeljük le a sajtot. Na, nem tudom, hogy látszik jobban. Se baj. A végeredmény a lényeg, hogy a sajt le legyen szelve. És akkor megvan a deszelt sajt. Sütő se unatkozzon. Beindítjuk, hadd szóljon. Hát nem indukciós, hanem hagyományos villany. És 200 fokon egész jól fog sülni. És ez tényleg fog nem bot. És akkor az érdemi része. Fogjuk a meleg szendvicskrémet. És rátenjük a kenyérre. Egyébként nagyon jó akkor, hogyha elég sok, hogyha száraz kenyér összegyűlik a lakásba, vagy elkezd már megszáradni a kenyér, akkor így nagyon jó újra lehet hasznosítani meleg szendvicsként. Egyébként bundás kenyérként is, de az majd egy későbbi vlog videó lesz, mert az nem biztos, a egyszer már sikerült. Úgyhogy majd szerintem majd fogok csinálni azt is, csak ahhoz kellett volna tojás is, az meg most nincs itthon. Az sem, konyha felgyújtás szempontjából még az sem veszélyes. Annyira. Bár igazából semmi, most már azt is megtanultam, hogy miután már egyszer sikerült majdnem felgyújtani a konyhát. Hogyha nem mész el a konyhából, hanem itt maradsz végig, és ott van a kéz közelben a tűzoltókészülék, akkor nagy baj nem lehet, akármit is csinálsz. Akkor is az volt a baj, hogy bementem a szobába, miközben benne maradt a pizza a sütőbe. Csak hogy hirtelen úgy elkezdett füstölni. Pont a legjobb kohímnak. Hát akkor menet közben meg lett kenve. A maradék szanya is csak beesett egy telefon, amit föl kellett vegyek. Hát vagyis hát nem feltétlen kellett volna, de ha már fölvettem, akkor már meg is beszéltük, amit meg kellett. És akkor most jön még az érdekesség. Pár gerec fokhagyma is van itt a közelben. Úgyhogy majd még rakok rá abból is. Hadd szóljon. Ma már úgyse megyek sehova. Úgyhogy most. Ebből mondjuk nem kell sok, mert ez a fokhagyma ez nagyon erős. Már még ez se. Nem hazai, csak bolti. Lehetne ezt kisebb darabokra vágni, de most. Most inkább feláldozunk mindent a gyorsaság voltával, és akkor nem mondosunk is le. És ebben nézhetitek azt is, hogy vágom a hagymát, bár abban sok érdekesség nincsen, de akár azt is lehet, akkor itt kezdem el darabolni. És pont ezzel a késsel nagyon lehet, de a többi meg már benn van a mosogatógépbe. Csak eddig musta voltam elindítani, meg új voltam vele, hogy most még minek, mert van még benne hely bőven. Hát, most már előbb-utóbb el kell, mert elfogynak az előeszközök. Aztán is akkor jöhet a sajt. És sem nagy. Nem igényel ugye hatalmas nagy tudás, csak rá kell szórni. És igazából már. Hát illetve majd még mutatom, hogy mi kell még hozzá, de az majd csak akkor, hogyha már elkészült, azt utólag tesszük rá, nem pedig így.
mennyi oda, úgy van, és akkor... Hát mindegy, hát ez... Ami van, azt most már rászóljuk. Hadd szóljon. Hogy is hívják? Nem tömlős sajt, de sajt. Igazából bolti lapista. És akkor... A vége. Ez most megy be a sütőbe, egy olyan 5-6 percre, 200 fokra állítva. És majd, ha végeztem, akkor még ezzel fogom egy kicsit felturbózni. Ez a kedvenc gyűpös szószom, a marha erős, csak sajnos itt Budapesten nem nagyon lehet kapni sehol. És ebből tényleg nem kell sokat ráötjenteni ahhoz, hogy tényleg legyen egy kis ereje. Elég belőle pár cseppezés, látjátok, hogy megvan ez már igazából tavasz óta, és még a kb. Fele megvan. Hát, sülnek a melegszenyák. Hát igen, a sütő az azért szépen néz ki. Mondjuk ez egy előző, való sikerült sütésnek az eredménye, hogy mondjuk a kormot már sikerült levakarni az ajtajáról, de azért maradéktalanul nem sikerült minden nyomot eltüntetni. Hát lassan jó is lesz, úgyhogy most már elzárom. És itt van ez a kis műanyag kiszedő, egy kicsit már megolvadt, mert egyszer-két szema volt használva, de most jelenleg máshol nincs, amivel ki tudom visszavegetni. És hogyha mindezek megvannak, na gyere ki szépen. Most már igen, nincs más hátra, mint kiszedegetni. Egyik körülbelül 5 perc telt el. Azóta, hogy beraktam a sütőbe. És így szépen. És olvad. Azért mondom, hogy 200 fokon jól sül. Akkor kiszedjük. Akkor innen már nincs más hátra, mint kelenni. Vissza. De a mosogatóba. Később foglalkozok vele, és hát rakunk még rá egy kis izét, marha erősebb mindegyikre. Ebből nem kell sok szerencsére. Az igazi csípős szósz. És akkor most egyet megkóstolok, de csak miattatok, nem fogom. Ezért tudom majd úgy beállítani a kamerát, hogy én is látszódjak, de lesz egyszerű. Na mindegy. Majd aztán mondjuk ezt a kicsit. Terültetek a kamerát. Így látszom benne? De amúgy jó. Kicsit még forró. Na jó, akkor ennyi elég is. Ez a videó az ennyi lett volna, hát így készül a meleg szendvics. Halihó!